Óriási nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Kadi Fatiha vagyok, torta designer. A mai adásunkban egy nagyon-nagyon finom piskótát fogunk készíteni, méghozzá az úgynevezett d'Acquoise piskótát. Mint halljátok, ez is egy francia eredetű szó. A lényege tulajdonképpen, hogy mindenképpen valamiféle magból kell, hogy készüljön, illetve tojáshab alapú. Tehát nagyon-nagyon finom, édeskés, valaki liszt nélkül készíti, és csak maglisztet tartalmaz, ergo gluténmentes, valaki pedig rak hozzá plusz lisztet. Ebből van például mi Eszterházi lapunk is, ugye értelemszerűen dióból, tud készülni ugye mandulából, kesudióból, pisztáciából, kókuszból, mogyoróból, tehát mindenféle magvakból tud ez nagyon-nagyon-nagyon isteni finom lenni. Ebben az esetben egy mandula lisztes süteményt, illetve piskótnát fogunk készíteni, de én fogok rakni hozzá plusz lisztet, hogy egyrészt masszívabb legyen. Általában, ha olyan tortát készítetek, amit megpakoltok, azért mind a krém egy nehezebb, fajsúlyosabb krémet fog tartalmazni, vagy szó szerint rá akartok még plusz dolgokat rakni. Nem kifejezetten ajánlom azt a fajta receptet, hogy liszt nélkül itt készítsetek, hiszen ugye liszt egy jó kis masszív állagot ad neki, és jó kis tartó oszlopként fogja tudni nekünk megtartani a szinteket. Úgyhogy meg fogjuk szépen beszélni itt az arányokat. 200 g kristálycukor, 125 g tojásfehérje, ami körülbelül 4 tojásfehérjét jelent, 50 g sima liszt, és 160 g mandula liszt. Tippek ehhez a receptúrához. Egy, fontos, hogy a tojásfehérje ne a hűtőből kerüljön elő, legyen szobahőmérsékletű, ezt sose felejtsétek el. Kettő, a mandula liszt, illetve a sima liszt legyen szépen átszitálva, ha kell, többször is sima állagot kell, hogy kapjunk. Három, ami nagyon fontos, hogy itt ebben az esetben kemény tojáshabot kell, hogy kapjunk. Nem tudom, hogyha emlékeztek-e, az olajos piskótánál ott nem szabadott nagyon kemény habot vernünk, ebben az esetben pedig fontos, hogy szép kemény legyen. Úgyhogy első dolgunk nem más, mint a tojásfehérjét fölverni szépen a kristálycukorral. Gyönyörű, fényes, sejmes tojáshabot kell, hogy kapjunk, amihez fogjuk hozzákeverni a lisztet, a mandula liszttel. Esetleg egy tipp, ilyenkor nyugodtan bekapcsolhatjátok a sütőt 200 fokra, hadd melegedjen be, ugyanis 180 fokon fogjuk sütni majd a piskótát egy jó 15 percig. A másik tippem, hogyha ti magatok daráljátok le a diót, a kesudiót, ugye az adott magvat, érdemes szépen megpörkölni, mert sokkal jobban kiadja az zamatát, az aromáját. Úgyhogy nyugodtan kapcsoljuk be a sütőt, hadd melegedjen át, és utána pedig hozzáadjuk a száraz alapanyagot, amit egy spatulával fogunk már megtenni. Egy isteni felhős, habos-babos állagot kell, hogy
kapjunk, nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Gluténmentesen is ugye el lehet készíteni, ahogy említettem nektek, ilyenkor akkor a lisztet nyilván hanyagolni kell, és a helyére akár keményítőt használhattok, és plusz hozzáadhattok még mandula lisztet, de le fogom írni a videó aljába a perfekt receptet, hogyha szeretnétek egy gluténmentes változatot. Előkészítettem a tepsit, amire, ha tudod, hogy mekkora formát szeretnél, akár te magad is ki tudod kenni a tepsibe ugye a tésztát, hogyha nincs konkrét forma, akár bele is tudod tölteni habzsákba, és csiga formátumba ki tudod nyomni. Én egy desszerthez készülök, és azért csináltam mandula duckwast, illetve, mint láttátok, szép két nagy csigám van, és kettő picikém. A kettő picike azt majd megkóstolásra szántam, a kettő nagyot fogom majd szépen felhasználni a desszertjeimhez. Ha masszívabb tortát szeretnétek, nem feltétlenül kell csiga formába így kinyomni, hanem elég szépen elsimítani ugye a spatulán, és utólag fogod szépen egy karikával kivágni egy kés segítségével a tökéletes formákat. Isteni édes, finom, lapos íze és állaga lesz. Ha azt akarjátok, hogy egy picikét ropogos legyen a külseje, ilyenkor meg tudjátok szitálni porcukorral, mert az szépen rá fog karamellizálódni a tetejére. Illetve, ha manduláról beszélgettünk, adhattok két csepp mandula aromát még hozzá, és akkor jobban fog illatozni. Úgyhogy csak ügyesen, most megy a sütőbe szépen, körülbelül egy olyan 15 perc erejéig, figyeljétek, hogy szép, finom, barna legyen a teteje, és meg fogjátok látni, a külseje finoman ropogos, belül pedig olyan édes, nyomnyogos állag lesz belőle. Kiszedtük a finom piskotákat a sütőből, isteni illat van, kár, hogy nem tudom átadni így a kamerákon keresztül. Van egy, ami nem lett olyan szép, nyilván ezt fogjuk megkóstolni. Úgyhogy így szépen szedegetem kifele. Én nagyon-nagyon próbálom így megmutatni, hogy annyira gusztál. Én nagyon-nagyon puhább, mint egy olajos piskóta. Nagyon finom, érződik a mandula darabka ugye az adott piskótán belül. Mivel tojáshab a belseje, isteni édes, élvezet rágni. Fú! Egy isteni francia desszerteknek az aljára. Gyönyörű. Én most ezzel elleszek, úgyhogy következő adásban találkozunk. Sziasztok! Érdemes volt várni. Úristen, nem fiam.